A pályázat célja az volt, hogy ráirányítsa a 10-14 év közötti városi gyermekek figyelmét a környezet védelmére. A pályázat célja az volt, hogy a társaság most már 3 éve rendelkezik a társasági felelősségvállalás tervével, és hogy ez ne csak egy terv legyen, hanem töltsük meg tartalommal. Úgy gondoltuk, hogy 2014-ben a gyerekekre helyezzük a hangsúlyt, a tanulókra, már csak azért is, hiszen a szolgáltatásunkat igénybevevő közel 40%-a tanuló, aki nap mint nap utazik az autóbusszal, és próbáltunk a 10-14 éves korosztálynak egy olyan megfogható pályázatot kiírni, amivel közelebb tudjuk őket hozni a közlekedéshez egyrészt, és másrészt a fenntartható, energiatakarékos, megújuló energiát felhasználó közlekedéshez, és ehhez tudtuk megnyerni fővédnökként Bencsik János urat, és maga a pályázat közel 3 hete íródott ki, melynek ma volt az eredményes ünnepélyes átadása. 50 nebuló jobbnál jobb ötletekkel tarkított alkotást küldött be. 11 diák rajzát választotta ki a szolgáltató, rangsor nélkül minden díjazott ajándékcsomagot kapott. A fődíj egy 300 kilométeres autóbuszos kirándulás, melyet az osztállyal való egyeztetés után vehet igénybe a csapat. Valóban az osztály nem tudott róla, hogy ma érkezünk és meglepetéssel jövünk. Nem csak az Éva nyert díjat, hanem a pálya munkájával az egész osztályt el tudja vinni kirándulni egy osztálykirándulásra, hiszen a fődíj az volt, hogy a nyertes pályamű készítője az osztályát elvihette egy 300 kilométeres belföldi osztálykirándulásra. Tehát így hatványozottan nagy volt az öröm és a lelkesedés az osztályban valóban. A Nemzeti Alkalmazkodási Központ vállalta a védnökséget velem együtt, hiszen hamarosan áprilisban egy országos szemléletformálási kampányt indítunk el a köztelevízióban, közrádióban, kültéri óriás plakátokon és online internetes portálokon, amely az éghajlatváltozás lassítására hívja fel a figyelmet, méghozzá az energiahatékonyság és energiatakarékosságon keresztül. Eszes család fog megjelenni a reklámokban, és be fogják mutatni azt, hogy a közlekedéstől kezdve a konyhai munkán keresztül, az épületek fűtési rendszeréig bezárólag, melyek azok a praktikák, amelyel jelentős mértékben lehet csökkenteni az energiafelhasználást és ezáltal a káros üvegházhatású gázoknak a kibocsátását. És a Vértes Volánnal együttesen tulajdonképpen egy ilyen rajzpályázatnak a meghirdetésére került sor.